Kicsit megtépkedte a létszámot a korlátozás, de a résztvevők szárnyait nem, így a hangulatra nem nyomta rá a bélyegét a pandémia. 5 helyszínen, 5 színpadon mintegy 50 zenekar lépett fel a 7-napos 29. Nemzetközi Gastroblues Fesztiválon. Több zenekarnak, fellépőnek hosszú idő után ez volt az első élő fellépése. Az mindenképpen más volt, hogy nem jöhetett be akárki sajnos, hiszen a rendelkezések értelmében csak védettségi igazolvánnyal lehetett látogatni a fesztiválon a klub rendezvényeket is, a csarnok rendezvényeit, tehát magát a fesztivált, és hát ez a szabadtéri rendezvényre is rányomta a bélyegét, mert bizony sokan voltak, akik jelezték, hogy ennek a hiányában sajnos nem tudnak eljönni. Rengetegen voltak kénytelenek az ország különböző részéből távol maradni emiatt. Ez volt az egyik olyan lényeges pontja ennek a fesztiválnak, ami remélhetőleg soha nem ismétlődik meg. A másik pedig az a nagy bátorság, ahogy ezt megszervezte a Gárdai család és mindenki, aki nekik segített, hiszen talpra állni egy ilyen 2020-as teljes év után, amikor gyakorlatilag ez az egész szakma, a könnyű zenei, a pop, a blues, a jazz szakma padlóra került, mondjuk meg őszintén, és számtalan fellépő és zenekar elmondta nekünk a színpad mögött és egy kocintás közepette, hogy bizony-bizony nagyon-nagyon hosszú idő után ez az első élő koncertjük, ahol szemtől szemben találkozhattak közönséggel, és mi pedig a közönség nem csak monitorokat bámulunk, hanem hús-vérzenészekkel találkozunk. Lojál együttes egyik gitárosa, igazából ő ezt nem tolja előre, de mi nagyon jól tudjuk, hogy kiről van szó. Ő Demeter Szilárd, a basszusgitáros, aki kulturális államtitkár, a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a főigazgatója, és a kezében összpontosul nagyon sok-sok döntési tennivaló, ami a könnyű zene, a pop zeneivel kapcsolatos, és mint ilyen valószínűleg, ha jó véleménnyel távozik innen, és miért ne, a fesztiválról, akkor egyesek szerint még hosszú jövő áll a Paksi Fesztivál előtt. A Gastroblues Fesztivál fővédnöke Süli János tárca nélküli miniszter, aki vasárnap tiszteletét tette a rendezvényen, és átadta magát a zene és a gasztronómia élvezetének. Ugye ez nem csak a zenéről szól, nem csak az ételekről, hanem szól egy kis pálinkáról is, meg borról is. De hát így van jó, mert ugye vannak támogatók, és ugye a borászok ma is itt vannak, két este is tartottak külön borkóstolót, ezért a 29 éven keresztül ezt a tempót nem lehetett volna követni. De hát jó érezzük magunkat, ugye most ez az első nagyobb komoly rendezvény Pakson, hogy kiszabadultunk a Covid-járvány alól. Egyébként vigyázni kell magunkra, mert ugye halljuk, környező országokból jöhet a negyedik variáns, és akkor vagy mutáns. Az volna jó, hogy ezt elfelejthetnénk végleg, és akkor ilyen önfelett ünnepeket, városnapot október 23-a kapcsán, vagy ugye nekünk is szokott lenni Paks 2-nél, Paks 1-nél évzáró rendezvényeink, azokat is meg tudnánk tartani, hiszen elmaradtak, igény van rá. Bízom én abban, hogy a Gárdai család az elmúlt 28 évben, ma 29 évben is ugye ragyogóan meg tudta szervezni, és amit hallok a kollégáktól az elmúlt napokról, ma mindenki elégedett, és a ma esti vagy délutáni programban is mindenki nagy lelkesedéssel várja a föllépőket, tehát ez nekem elég. Ben volt először a Paksi Gastroblues Fesztiválon Nagy Gábor, amikor ide, az iskolájába, az Eszibe költözött a rendezvény.
Egy évig lehet regenerálódni a következőre, és akkor megint lehet bírni a 3 napot. Hát igen, aki már hétfőtől elkezdi, annak tényleg nagyon nehéz, mert azért késő estében nyúlnak ezek a koncertek. Most én ebben az évben csak pénteken kapcsolódtam be iskolai, meg egyéb feladatok miatt, de azért ütős volt, de azért meg bírjuk. De nagyon sokféle zenét szeretek, a kedvenc van a hard rock zene, a blues-t is nagyon szeretem, és azért, hogy ez a fesztivál, mert nagyon sokféle ízvilág van, tehát van itt jazz rock, van a blues zenekarok, rock zenekarok, folk rock, sokféle stílus van, mindenki megtalálja a sajátját, úgyhogy szerintem élvezetes, és a diákokat sem győzöm rávenni, próbálnak eljönni a hangulati miatt is, és nem is biztos, hogy kell minden zenei stílus szeretni, de legalább megismer, hogy ilyen is van. Ahogy az már megszokott, jótékonykodásról is szólt a fesztivál. A templomi koncert és a vasárnapi főzőverseny bevételét a kárpátaljai Visk testvérváros magyar nyelvű óvodájának támogatására ajándékozzák a szervezők.